Kedves nézőink, a mai weekend nagyon színesre sikerült, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk maradni. Mielőtt belekezdenénk, van egy közérdekű közlemény. Egy szerencsétlen baleset miatt a péntekre tervezett Hippolyta Lakály című mandala előadást vasárnapra tették át a szervezők. Schneiderné szerepében Hűvösvölgyi Ildikót láthatják majd 20 óra 30 perctől. Most pedig táncoljunk tovább, persze csak elméletben, méghozzá a For For Dance-szel, akikről régóta nem hallottunk, de most fogunk. Vendégünk Illés Dániel, szia Dani! Szia! Hát nagyon sok minden történt a ti házatok táján, de először kezdjük azzal a nagy baby boom-mal, ami hirtelen jellemző lett rátok. Mi történt? Nem táncoltatok eleget? Nem voltatok eléggé elfáradva? Nem turnéztatok eleget, hogy volt itt időtök arra, hogy családot tervezzetek? Úgy gondoltunk ebbe a sok távollétbe, hogy végre egy kicsit mi is megkomolyodunk és családot alapítunk. Majd utána ugye újra elszárnyaltunk a családunk mellől, jöttünk, mentünk ugye a nagyvilágba, és most pedig szerintünk elérkezett mindenkinél az idő, hogy itt jöhetnek a For For Dance utánpótlások kisbabák. Nem volt megbeszélve, de valahogy így egymást érték a gyerekek születései, hál' Istennek. Érdekes ez, mert lehet, hogy ebben is van valamilyen misztikus, hormonális dolog, ugye a lányokra szokott jellemző lenni, hogy általában nehéz napokat a barátnők együtt élik meg, hát ti ezeket a felemelő pillanatokat is együtt éltétek meg. Na most így, amikor már tényleg növekszik a gyerekek száma, ez bármiben is nehezíti el mondjuk az együttes karrierjét, vagy pedig a turnék szervezését? Nem nehézíti egyáltalán, inkább sokkal nagyobb örömeket okoz egy-egy dolog, hogy olyan élményeket gyűjtsünk, akár amit majd nagypapaként örömmel meséltünk unokáinknak vagy gyermekeinknek a karosszékbe, és így tovább halad minden zavartalanul is, és egyre nagyobb élvezettel repülünk tovább. Ugye ez szuper, és már beszéltünk arról, hogy nyilván azért a táncosságnak is vannak időbeni és fizikai korlátai, de azért úgy gondolom, hogy ettől még tényleg nagyon messze vagytok. Én azt hiszem két hete láttam színpadon táncolni egy ilyen majdnem 80 évhez közelítő bácsit hihetetlen energiával, tehát hogyha a Jóisten adja, hogy az ember egészséges legyen és szereti a táncot, akkor tényleg sok-sok évtized van még benne. Dél-Koreában jártatok nem régiben, ez egy nagyobb lélegzetű történet volt, mesélj erről egy kicsit. Te elérkezett egy olyan dolog most az életünkbe, meg a csapat életébe, hogy nem egy turnéra utazunk ki, és majd hazautazunk, hanem elutaztunk Kínába, majd onnan rögtön átutaztunk Dél-Koreába, és mind a két helyen egy-egy 3-4 állomásos turnét csináltunk, és úgy jöttünk csak haza. Ez egy nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy nem hazajövünk, és majd onnan majd később repülünk a következő országba, mert ez egy különleges érzés volt számunkra. Volt különbség a kínai és a dél-koreai közönség között, vagy esetleg az előadások között? A maga a kultúrájuk is ugye is különböző, ezáltal ugye az emberek is teljesen másképp fogadták, teljesen másképp tapsolnak, másképp örülnek. A kínaiak ugye nagyon, ez a nagyon videó, meg fotóra rögzítik állandóan a fellépést, meg a megmozdulásokat. A koreaiak pedig inkább úgy állnak, és nézik, és élvezik, és tapsolnak. Melyik népnek volt a legkülönlegesebb a reakciója most így visszatekintve? Szinte már nincs olyan helye a föld golyónak, ahol ne táncoltatok volna. Mindenütt másképp mást ért, szeretjük ezeket a közönségeket, meg a reakciókat a fellépésből, de nagyon érdekes volt Dubájban, ahogy az egész műsorhoz hozzáállnak, Ausztráliában, vagy például Kínában, hogy már most többször voltunk, ott ez a kitörő nagy szeretet és egy aláírásért, egy fotóért, teljesen rajongásért, meg teljesen felborítanak mindent. A dubaiak viszont közömbösebbek voltak, ugye? Igen, ők úgy vannak, hogy megállnak a színpad előtt, és megnézik a műsort, és utána tovább mennek. Még csak nem is tapsolnak? Nem. Tehát nekik ez teljesen természetes, hogy mi ott vagyunk és szórakoztatjuk őket. Tehát ők másképp állnak az egész élethez. És az ausztrálok milyenek voltak? Az ausztrálok nagyon kedvesek, nagyon szerető emberek, tehát hogy ők meg ezek a nagyon ölelkezős, beszélgetős, üljünk le, csak egy kávéra menjünk be, meghívtak magukhoz, menjünk el, akkor tényleg csak egy kávéra, és akkor beültünk a házukba, és ott ültünk, és beszélgettünk. Egyébként, hogy is mondjam, ti merre felé szerettek utazni? Egyáltalán számít az, hogy hol vagytok? Vagy vannak kifejezetten kedvenc
nem is tudom, földrészeitek, hogyha lehet egy kicsit tágítani, és hát nem csak országra lehet, gondolni? Furán fog hangzani, de Magyarország. Tehát nagyon szeretünk utazni, nagyon szeretünk távol lenni, nagyon szeretjük bejárni a világot, de mindig is a legfontosabb közönség számunkra a magyar közönség, mert ezért csináljuk, mi is magyarok vagyunk. Na, akkor egy kicsit a magyarországi fellépéseket is népszerűsítsük, azért a nyár általában gondolom, hogy számotokra is több felkérést tartogat. Mikor láthatunk legközelebb titeket? Minden hétvégén valahol felbukkanunk az országba. Ilyenkor nyáron mindig Magyarországon vagyunk, és járjuk a falunapokat és mindenféle városi rendezvényeket, úgyhogy bárhol, ahol találkoznak velünk, nyugodtan jöjjenek oda is. Bár váltsunk két szót. Októberben fogunk majd újra külföldre utazni, ott pedig a Fülöp-szigetek, Malajzia és Szingapúr. Ez a hármas lesz a következő turné. Ez nagyon izgalmasnak tűnik, és tényleg azzal kezdted, hogy azért gondoskodtok az utánpótlásról. Lehet azt már esetleg úgy látni a gyerkőcökön, akik már nagyobbacskák, hogy van-e affinitásuk mondjuk a zene vagy a tánc világa felé? Általános iskolákban tanítunk, ugye a néptáncot, ott hál' Istennek nagyon sok tehetséges gyerekkel találkozunk, őket visszük is versenyre megméretni, hogy lássák az emberek, és ők is szépen lassan fejlődjenek ebbe az irányba, meg jó példával tudunk előttük járni, hogyha ezt ügyesen és sokáig csinálják, akkor itt a lehetőség bejárni a világot. Ugye miután az általános iskolában akár a kezünk alatt nevelődtek, vagy más pedagógusok kezei által, akkor tovább tudnak Nyírség vagy Igrica táncegyüttes fele menni, és ott tovább tanulni az igazi néptáncot. Hát tulajdonképpen ez már következő kérdés lett volna a tanítványok, Danikám, de én a saját gyerekeitekre gondoltam. Saját gyerekeinknek. Saját gyerekeink, igen. Ugye Bogi, az én lányom, a közöttük a rangidős, ő ugye már elmúlt 6 éves. Ahova tudjuk és ahova szeretne is, oda el is visszük, és igenis az utánpótlás csapatokba egyenlőre táncol, tanulják a táncot, de mindegyik gyerkősznek a csapatban nagyon jó a zenei érzékük, mert ahogy zenét hallanak, akkor megy a tánc, és akkor ugye lesz lehet őket akár fektetni, aludni. Hát, fantasztikus példa van előttük. Hát, Danik, nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál, és akkor sok sikert nyárra, aztán pedig nagyon-nagyon szép utat majd Távol-Keletre. Köszönjük szépen! Kedves nézők, pénteken a Mandala nyár keretein belül a Lovagias ügy című zenés tragikomédiát láthatta a közönség a Görög udvarban. A darab főszereplője volt Vándor Éva és Koltai Róbert, akikkel Stávunk is interjút készített. Ezt láthatják a következő percekben. Jó reggelt, vezérigazgató úr! Jó reggelt! Alászolgálja! Remek színben van ma, vezérigazgató úr! Napról napra fiatalabb! Hogy maga is minden nap karcsúbb, Gizike. Hát, hogy ne kérem, a múlt hónapban is fogytam. Mennyit? 12 dekát. Zuhan le rólam, kérem, rendesen. Az unokaöcsém még nincs bent? Nem, még nincs, vezérigazgató úr. Már 10:30 van. Majd később hozza be a postát hozzám, Gizike. Rendben van, főnök úr. Hogy maga milyen kedves tud lenni, Gizike. Egyszer még elolvad itt. Mit mondjak neki? Hogy mondja, fiam, miért olyan savanyú már megint reggel a pofája? Jó, de azért főzni se kellene. Hát én nem főztem. De igenis főzte. Jó, rendben van, főztem. De nem a két szép szemért, hanem az állásom miatt. Tudja maga, hogy hány gyönyörű kislány sétál az utcán állás nélkül. Édesek, 40 kilósak, egy kézzel át lehet őket fogni észrevétlenül. De tényleg most próbáljon meg valaki engem átfogni észrevétlenül. Ha mégis én ülök itt egy ilyen hadihajó. Jaj, maga annyira kis hitű, Gizike. Virág úr, sose vigasztaljon, én tudom, hogy milyen vagyok. Nagyon régi a darab, egy tragikomédiának indult annó. Hogyan jutottunk el ide, hogy ez egy vígjáték lett? Hát Verebes István egy kicsit, úgy mondjam, újrafordította, egy kicsit felpolírozta a történetet, és hát én úgy gondolom, hogy mindenki jobban szereti egy picit, hogyha minden jó, ha jó a vége. Most elárultam valamit, de mindegy, végül is. Benne van azért, maradt a dráma benne, mert
Mert az a furcsa emberi sors, amit ez takar, és amit ez mutat, azért az ott van benne, amikor 30 év után valakit egyszerűen csak egy rossz pillanatban kirúgnak, kitesznek az utcára, és teljesen mindegy, hogy mi lesz vele. De hála Istennek nem ennyire egyszerű a dolog, azért vannak még bonyodalmak, szerelmek is a darabban, és a tanulság azért benne van, az érzet benne van, de megpróbáltunk egy ilyen, nem is annyira teljes happy end, egy picit fanyar happy end a vége. Ennek az átdolgozásnak, ennek a darabnak ugye idén januárban volt a premierje, de azóta több helyen is bemutatták már. Milyenek voltak a visszajelzések, milyen volt a fogadtatása? Körülbelül 40 előadás volt, nagyon sok helyre hívták, és szinte egyforma, egyöntetű nagy siker. Hál' Istennek. Miből adódhat ez a nagy siker? Azért egy ilyen kissé tragikus élethelyzetet komédiásan bemutatni nem egy egyszerű feladat. Mi lehetett a siker kulcsa? A tragikomédiánál nincs jobb és szebb műfaj. Tehát amiben könnyezni is lehet, kicsit drukkolni valakiért, aggódni valakiért, és hatalmasokat nevetni is közben. És ezt az előadás Gál Ildikó rendezésében teljesíti. Beszéljünk egy picit a próbákról, milyen volt maga a próba folyamat? Mint minden próba folyamat, nagyon nehéz. Ez főleg az általam játszott főszerepre vonatkozik, mert nagyon nagy anyag, nagyon szép szerep, de hát a próba az arra van, hogy a bajok jöjjenek elő, a kínok, hogy aztán amikor már játsszuk, akkor az örömök lépjenek előtérbe. Virág úr, ugye a szerep, amit játszik, mennyire hálás ez a szerep? Ha jó egy szerep, és hogyha az ember meg tudja oldani, és örömet okoz a közönségnek, akkor saját magának is örömet okoz. Tehát ugyanakkor viszont nagyon nehéz, mert mindig vannak apró vagy nagyobb döccenők, tehát pláne a próbán technikai nehézségek, itt a ének, szövegek, a koreográfia, tehát mindenre kell figyelni. Egy olyan összetett, szép műfaj a zenés tragikomédia. Csak egy kicsikét hunnya leszem itt, és azután mindent bízzon rá. Hadd ölelem át, karcsú derekát, csak amíg a hattyú nyakára lágyan rá hajol a szám. Csak egy kicsikét hunja be szemét, és azután mást is kérek még. Csak egy kicsi csókot, egy édes, egy kicsi csókot kérek szépen, kell nekem ez az édesség. Ahogyan ön belejön, az lehetetlen és kész, ellene szól, megáll a józan ész. Gizike, hiszi-e, be vagyok gőzölve, de fehér a lelkem, akár az oltott mész. Egy olyan szituációt, vagy olyan összetett élethelyzetet láthatunk a színpadon, amit mindenki vagy átélt, vagy nagyon közelről látott és hallott. Mit volt a legnehezebb a színpadon hitelesen átadni? Hitelesen. Hát én ugye a mamát játszom, a Virág úr feleségét, aki... hogy úgy mondjam, nincsenek jó módban, nem élnek jó módban, de ő mégis szeretné a lányát jól férjhez adni, hogy kicsinosítani, és ezért megpróbál mindent valahogy, hogy pénzhez jussanak, szeretni kiadni a szobát albérlőnek, hogy mégis valahogy egy nívósabb életet tudjanak élni. Szóval ezt egy kicsit átérezni és megérezni, ezt a fajta napi kuporgatást, hogy
bár egy kicsit az asszony nagyra vágyó, azért a maga nemében, tehát nem mondom, egy kicsit, de a szeretet és a jó indulat, mert csak a lányának akarja a legjobbat természetesen, nem magára költeni ezt a pénzt, nem sok, valamennyi. És akkor ebből adódnak azért a veszekedések, a viták, a nincs pénzből, és ebben a pillanatban, amikor megtudja, hogy az ura végül is otthagyja ezt a irodát, ahol ő 30 éve dolgozott, nem becsülik meg, akkor neki nem az a fontos, hogy téged nem becsülnek meg, persze, hanem az a fontos, hogy akkor most miből fogunk élni. Szóval én úgy gondolom, napi helyzet, szerintem. Nekem ebből elegem van. Én elmegyek az ágyamba, és senki ne zavarjon. Ezek itt miről beszélnek? Mi beszélgetünk erről arról. Minden szerep összetett, nincs egyszerű szerep, mert mindig a maximumot kell kihozni. Ha kis szerep, ha közepes szerep, ha nagy szerep. És a nehézség az abban áll, hogy mennyi idő alatt sajátítja el az ember a szöveget, a partnerekkel való küzdelmes és nagyon szép együtt létezést, hogy aztán a végén boldogság legyen a közönségen és öröm. Százszor megmondtam már! Fegyelem és türelem! Elegem van nekem, mindenem bevetem, jövőre vagy még az idén. Szökevény leszek én, a mondén terepén, a bűnös világ rejtekén. Megüzenem a másik pólusa is a dolognak, mit volt a legegyszerűbb megmutatni a színpadon? Erre nem tudok válaszolni. Semmi se egyszerű. Tehát az egyszerűség az a játéknak az egyszerűsége, hogy közel menjen az emberekhez, de néha a legkisebb pillanatot kell a legerősebben megragadni, és abból lesz a nagy dolog. Azt, hogy én szeretem őt. Végül is, hogy szeretjük egymást, mert mégiscsak egy család vagyunk, mégiscsak összetartozunk. Bármennyire is, hát igen, vannak nézeteltérések, vannak viták, vannak rossz pillanatok, vannak hiába valóságok, de mégis, ha összetart a család, ha összefogunk, és szeretjük egymást továbbra is, akkor az segít a megoldásokban, és a tovább élésben. És aztán a síri csönd. A helyet, hogy harcot vívjunk, elme orvost kéne hívnunk. De baba! Vagy amikor nagy a rumli, jól fenékbe kéne rúgni. Borzasztó, hervasztó, a család főnek új a hang. Rettentő, észvesztő, a sörtölődik untalan. Ha rossz a hogy lét, kirökni onnit, nehéz, ha nem bírja őké. Ott-tá-tá, ott-tá-tá, tire-lire-lire-lám. Ott-tá-tá, ott-tá-tá, tire-lire-lire-lám. Olajra lépve, Bécsre, ne! Bécsre! Itt hagyjuk, ha
Múlt heti adásunkban szóba került a sörfogyasztás, azonban nyáron sokan jobban kedvelik a könnyebb borokat. Hogy milyen bort és hogyan érdemes fogyasztani, arról Holókai Jácinttal beszélgetünk a következő percekben. Jó estét, azt gondolom tegeződhetünk is, Jácint. Köszönöm szépen. Hát nem érkeztél üres kézzel, ahogy egy jó borász szokta, hoztál magaddal egy teljes repertoárt. Ugye ti a Tokaj-hegyalja borvidékén termeltek, és hát itt elsődlegesen a fehér bor az. De van egyébként, aki mondjuk megpróbálkozik más borokkal is, vagy ez egyáltalán nem jellemző? Hát igen, ez az új hullám, ami a rozé irányába terelődik, hogy mindenki rozé fröccsöt szeretne inni. Ez itt Tokaj-hegyen is azért néhány embert arra sarkal, hogy abból arról a pár tőkéről, ami megmaradt, vagy van vörösboros, vagy kékszőlős tőke, arról rozét készítsenek. Vannak egy páran, csak itt annyi, hogy azt például Tokaji néven nem lehet forgalomba hozni, hanem csak egy felső Magyarországon, ez nem pedig itt lehet forgalomba hozni, de ettől függetlenül próbálkoznak azzal is. De itt nálunk is a fehérboroknál, Tokaj-hegyalján van olyan, ami nagyon jó nyári, könnyed fogyasztású bor, például a sárga muskotályos fajta, abból az egy nagyon illatos, gyümölcsös, és hogyha az reduktív technológiával van elkészítve, tehát irányított terjesztéssel, akkor abban nagyon könnyed gyümölcsös bort kapunk. Ez olyan érdekes, ugye, mert valami miatt azt mondjuk, hogy a nyár az a könnyedség, akkor arra szolgál az alkohol, hogy végül is hűsítsen minket, mert melegünk van. Igen. Télen, amikor meg nagyon fázunk, akkor ugye a cél az, hogy egyre nagyobb legyen a melegség, a forróság. És ez gondolom, hogy a bor testességének is a függvénye, hogy mit érünk el, de hát végül is mégiscsak a melegség, tehát az alkohol egy idő után aztán hát az akár meleg fűt, van, akár hideg van, így van, elkezd fűteni. Viszont én laikusként mindig azt gondoltam, hogy a fehérbor az könnyed. Hát cáfolj meg, hogyha ez nem így van. Hát a fehérborokból is vannak olyanok, mint, tehát amit mondtam, sárga muskotája, ez egy sokkal az egy könnyedebb tétel, de a furmintból is lehet készíteni olyat, ami az is reduktív eljárással és csak tartályos éreléssel, meg erjesztéssel, abból lehet készíteni abból is egy könnyedebbet, de vannak itt, amit hoztam, dűlőszelektált tételek, ami egy bizonyos adott termőterületről származik, komoly terméskorlátozással készül, és egy hosszabb töltyfahordós érlelés után kerül palacba, azok rögtön egy testesebb bort adnak. Az, aki mondjuk nem borász, és tényleg nem ínyenc, az hogy tudja ezt megkülönböztetni? Tehát ízben, harmóniában milyen élményt jelent mondjuk egy könnyedebb bornak a megkóstolása, és az imént általad említett testesebb fehérbornak a kortyolása? Hát a két bor az teljesen különböző. Még a sárga muskotály, ez egy nagyon illatos fajta, és az alacsonyabb alkoholtartalmú, és mivel hogy nem kapott tölgyfordós érlelést, így a testessége is sokkal kisebb, így ezért ez egy könnyedebb bor lesz. A másik borunk, ami egy dűlőszelektált bor, ott a testességet pedig az új tölgyfordós érlelés adja neki, és ezért emiatt egy kicsit ilyen füstösebb, vagy karamellásabb íze van a bornak. Uh-huh. És ugye vannak édes és száraz borok, meg félszáraz borok, tehát egy kicsit tovább tudjuk bonyolítani ezt a történetet. Igen, hát a sok mindenkinek. Úgyhogy ez sem mindegy. Elképzelhető mondjuk könnyed bor szárazban is, és édesben is, és a testesebb bor is ugyanígy lehet száraz, félszáraz és édes. Így van. Tehát az édes boroknál is megkülönböztetünk most, ami nagyon divatosak nálunk is, amit itt lehet, például rózsaszín kapszulával lehet látni, ez egy könnyed késő születelésű bor, ez is tartályos erjesztésű, a tölgyfordós élés nem kap egyáltalán, és emiatt ez egy nagyon könnyed gyümölcsös tétel. Viszont vannak a tokai boroknál, amik a testesebbek, a szamorodnik, az asszuk, az megint egy másik kategória, és az sokkal nehezebb bor, mint ez a késő születelésű. Na most női dolgot kérdezek. Igen? Kalóriában mi a különbség? Mert sokan mondják, hogy ha például valaki diétázik, akkor kerülje az alkohol, de esetleg egy kis száraz bort, vagy vörös bort, vagy akár fehéret megihat. Mondjuk az édes nem javallott. Ezt te hogy látod? Hát igen, most a borfogyasztók nagy része a száraz borok irányába megy el. Most valamiért a világ ellenségeit a cukor, és ez Tokaj-hegyaljának például nem is annyira túl jó, mert az édesborok fogyasztása háttérbe szorul. Nálunk is ez nagyon jól észrevehető, hogy még ez a sárga muskotály, ez a félszáraz, ebből adunk el most szinte a legtöbbet, míg néhány évvel ezelőtt szinte csak édes vagy félédes borokat kerestek nálunk.
Úgyhogy de azoknak a kalóriája sokkal magasabb. Még egy ilyen késő szüretelésűnek és egy ilyen 120 g maradécukortartalma van, 120 g per liter maradécukortartalma van, meg egy asszúrnak 200-300 g is lehet. Igen, bár azt gondolom, hogy azért ugye mint mindenben itt is nagyon sokat számít a mérték, hiszen ha az ember egy asszúból iszik egy fél decit, egy könnyedebb szárazborból pedig mondjuk egy litert, akkor valószínűleg kalóriában előbb-utóbb a dolgok összeérnek, és teljesen mindegy. Van-e valami olyan különlegesség vagy változás mondjuk a borfogyasztásban, ami ma már így a trendre jellemző, hogy mit ajánlanak mellé, milyen fajta ételeket, vagy te, ahogy így járod a fesztiválokat, láttál-e olyasmit, amiről azt gondoltad, hogy hú, hát ez még neked is új esetleg? Hát ez megfogott ez a kérdés. Vagy vannak a régi klasszikus dolgok, hogy nem tudom, a csirkéhez ilyen típusú bor, a halhoz ilyen, tehát hogy ebben akkor úgy látszik, hogy a gasztronómia nem nagyon tudott belegyúlni ebben a történetben. Nem sokat változott, meg hát ki mit szeret hozzá. Most vannak a sztereotípiák, hogy a marhahúshoz az vörös bort iszunk, akkor a halhoz fehér bort, vagy a csirkéhez is fehér bort. Ezek így megvannak, de olyan nagy óriási változások nincsenek. Neked mi a kedvenced? Erre mindig kíváncsi vagyok, hogy vajon egy borász mit favorizál. Hát ez is attól függ, alkalom függő, mert hogyha egy ilyen sütéshez többet szeretnénk inni, vagy fröccsözgetni, akkor mindenképpen a félszáraz muskotájt ajánlanám. Hogyha pedig egy komolyabb beszélgetéshez, vagy egy tartalmasabb vacsorához, pedig a valamelyik dűlőszelektált borunkat, a tökösmáj, vagy a hasznos dűlőszelektált bort szoktam inni. Hát Jáci, nagyon szépen köszönjük. Egy kicsit megmondom őszintén, hogy azért ilyenkor gondolja a néző, hogy legalább be tudna nyúlni itt a képernyőn, és megcsavarni a kupakját, és megkóstolni, de hát szerintem az őszi szüreti időszakban lesz lehetőségük akár a nézőknek is ellátogatni Tokajba, és mindezt a saját bőrükön tapasztalni, amiről te most itt beszéltél nekünk. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen is. Kedves nézőink, ne menjenek messzire. A Weekend második részét elefántokkal, tánccal és cirkusszal folytatjuk. Maradjanak velünk.